A Debrecen elleni továbbjutása a záruló kupaforduló után az Alba-Fehérvárnak ismét a bajnokságban van jelenése, egy rendkívül komoly rangadó vár Branislav Zunics együttesére. Az alapszakaszban is vezető Abba fehérvár a második helyzet Kaposvárhoz utazik, igazi rangadót játszanak tehát csütörtökön Somogyban. A tét óriási az alapszakaszból még öt forduló van hátra, így amennyiben az Alba Fehérvár legyőzi közvetlen üldözőjét, óriásit lép az alapszakasz győzelem felé. Branislav Zunic, az Alba Fehérvár vezetőedzője reméli a tét nem nyomja agyon a Fehérvári gárdát. Annak ellenére, hogy nagyon fontos a meccs, nekünk meg kell koncentrálni a játékunkra, felszabadultan kell játszani, tehát nem, nem kell itt nagyon-nagyon nyomást érezni, Én azt gondolom, meg is rangadó, idegenben valószínű télt ház, minden megvan adva egy, egy jó meccset. Az Alba 14 győzelemmel és 3 vereséggel, a Kaposvár 12 sikerrel és 5 vereséggel áll jelenleg a tabellán. A Kaposváriak 8 hazai meccsük közül 7 megnyertek, míg az Alba 6 idegenbeli fellépéséből 3-at tudott behúzni. Keller reméli, az Alba ezúttal a jobbik idegenbeli formáját mutatja majd. Ugyanúgy ez most annyival nehezebb, mint amennyivel könnyebb volt, amikor itthon volt a 6 meccs egy húzamba. Ugye idegenben nem nagyon játszunk jól, egy-egy meccsen volt az, hogy nagyon jól játszottunk, és sokkal nyertünk, a többi meg hát És hát most kiderül, hogy melyik arcunkat fogjuk mutatni. A bajnokság 18. fordulójának rangadója csütörtökön 18 óra 45 perckor kezdődik, majd Kaposváron.